Sziasztok, szép szombat délutánt kívánok mindenkinek, elérkezett a legújabb Mátra magazin. A mai adásban a Sárhegyre látogatunk el, megtekintünk egy farkasmájé pincészetet, valamint egy borhotelt is, és hát Nagy Zoli ismét főzni fog nekünk krumplovnyikát, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk. A Gyöngyös városa fölé magasodó Sárhegyet vízválasztónak is nevezik, ugyanis az Alföldből való hirtelen kiemelkedése miatt gyakran különleges éghajlati viszonyokat idéz elő. Története egyes legendák szerint a keltákig nyúlik vissza, akik az első szőlőveszők telepítésével már sok ezer évvel ezelőtt lefektették a mai mátrai borvidék alapjait. Növényvilága azonban nem csak a szőlőtőkék miatt érdekes, hiszen a Kopár hegyoldalban számos védett növény, vadvirág és gyógynövény találja meg élőhelyét. A csúcsról mesébe illő panoráma tárul az utazó szem elé, tiszta időben nem csak a Mátra hegykoszorúja, de a Pilis, a Börzsöny, sőt még a Budai hegyek vonulata is látható, akár szabad szemmel is. Egy szavad se lehet, hogy milyen szép időben hoztalak túrázni. Nincs is egy szavam se. Egy gyönyörű út lesz, ami vár ránk, ugyanis innen Mátrafüredről, Sárhegyen keresztül fogunk leereszkedni a Szőkekúthoz. Gyönyörű kilátások várnak ránk, védett növények és értékek. Pont ezt akartam mondani, hogy a Sárhegyről én annyit tudok, hogy rengeteg védett növény található rajta. Ez így van. És ezt követően pedig, ahogy Gyöngyös felé leérünk a Sárhegyről, egy nagyon érdekes helyre foglak elvinni. Ajaj, így a boszorkányégetős szellemes történetek után az érdekes hely... Nem, ez végre pozitív lesz, úgyhogy akkor ne megmutatom neked a saját Sárhegyi kertemet. Na, szuper, nagyon jó. Akkor gyerünk. Kalandra fel. Ott vagyunk már? Még nem. Ott vagyunk már? Elina, még nem. Na most már ott vagyunk? Igen. Ugye mondtam, hogy megéri felkapaszkodni. Olyan, mintha a világ tetején lennénk. És ez még nem a jéghegy csúcsa. Hol is vagyunk most? Itt vagyunk a Pipis hegy oldalában. Sokan egy varázshelynek, vagy varázsfenyőnek is nevezik ezt a csodálatos fenyőfát, ami itt a sziklák közül, mint egy őrszem, mered itt a táj fölött. Gyönyörű a panoráma is, amit látunk. Ugye alattunk Gyöngyös Solymos, Gyöngyös Oroszi, távolabb Gyöngyös Tarján, a nyugati Mátra hegyei, Gyöngyös, illetve hát ugye az egész központi Mátrát lehet látni. Látszik innen többek között a Kishegy, a Tarma oldal, Kozmári kilátó, Dobogóhegy, Sástói kilátó, Hanákkolos kilátó, Muzslatető, Nagy Somorpatak völgye, Mátraházából egy kis darabka, és hát természetesen az ország csúcsa a Kékes is. Itt a Sárhegyen több jelzett túraút is keresztül halad. Mi most a sárga szőlőn kezdtük meg a túránkat, és hamarosan, ahogy megérkezünk a Pipishegyi repülőtérre, ott át fogunk térni a sárga sávjelzésre, ami egészen Gyöngyösig visz le minket. Az egyik kedvenc mátrai területemen vagyunk most. Te gondolatolvasó, hogy is tudtad, hogy mit akarok is mondani. Igen, én is nagyon szerettem, ahogy ilyen kis fenségszerű ez a terület, ellátni itt a Kékes felé,
Nyugati Mátra hegyei, kis Alföld, kis Sárhegy, úgyhogy nagyon szeretem, olyan nyugtató. És innen szállnak fel a repülők, úgyhogy aki felszáll, az aztán tényleg belátja az egész Mátrát. Az biztos. Vár a Sárhegy 500 méter magas csúcsa. Megérkeztünk a csúcsra, 500 méteres tengerszint feletti magasságon vagyunk, és hát, amint láthatod, gyönyörű körpanoráma árul elénk. Sárhegy ez egy 360 fokos kilátópont. A nevét pedig szerinted honnan kapta? Hogy Saras? Igen. Tényleg? Itt mindig van sár, tehát még a legszárazabb nyári napokon is lehet találni olyan pontot, ahol van víz. Nekem a gyerekkori szobám ablaka, az pont a Sárhegyre nézett, és sajnos én láttam, amikor égett, hányszor égett le a Sárhegy, ezt tudjuk? Nagyon sokszor, az utóbbi években szerencsére kevesebb tüzet jelentettek. Most már ugye ez egy védett természeti terület, úgyhogy fokozott figyelemmel kezelik a tűzrakóhelyeket, illetve ugye azoknakra is komoly szabályok vonatkoznak, akiknek itt a Sárhegy oldalában van telkük vagy házuk. Hol van Norbi? Úgy előre rohant, engem meg itt hagyott. Fel is hívom. Szia, hol vagy? Ja, hogy már a rezidenciádon. Megvárhattál volna, de szerencsére itt vagyok, úgyhogy kérlek, engedj be. Szia! Népszerű kiránduló utak mentén általában csak a nagy látványosságot szeretjük megnézni, a kicsik meg teljesen elsikadnak. Ilyen ez, mint például most, ahol vagyunk, a Sárhegy. Elmegyünk még egy kicsit föntebbre. Sziasztok! Szia, Zoli! Minden vendéget így köszöntesz, hát aki jön? Itt ezt így illik a Mátrában, ez az igazi mátrai vendégszeretet. Miért hívtatok ide föl engem, hogy én itt főzzek? Én tudom, hogy nagyon szereted az ilyen különleges helyszíneket kipróbálni, és szerintem itt Gyöngyös fölött még nem főztél. És akkor itt a saját szerény kis birtokon, teraszán szeretnénk, hogyha készítenél nekünk így túrázás után valami finomságot. Egészség! Egészség! Zoli, mert te vagy a vendég, menjél csak! Először Elinát üssék, utána engem! Köszi! Ó, de szép a kilátás! De most csak te leszel a segítőm, mert... hogy most csak én, mert... Elina olyan szinten kifáradt, hogy ő neki muszáj volt... Megtúráztattam! Tipikusan mátrai ételt fogok majd elkészíteni. Nagyon érdekes, mert különben a mátrai ételeknek az a jellegzetesség, hogy a palóc konyha, illetve a szlovák konyha összegyúrásából alakult ki. Egy krumplovnyikát készítek. Tipikusan olyan étel, ami a szegény embereknek az étele volt. Ez krumpli liszt mindig volt otthon. Aztán valami csak jutott bele, egy kis zsír, egy kis káposzta, ha éppen volt túró, akkor a túró. Tehát nagyon sok mindennel meg lehet tölteni. Ugye az alap az az, hogy főtt burgonyát kell készíteni. Ugye ezt héjában megfőztem és áttörtem, tettem bele sót. Hogyha kibontanád a zsírt, akkor egy picit tehetsz bele. Kis gombócot kell belőle csinálni. Közben, amíg itt ez olvad,
addig ezzel egy picit meglocsolom. Az azért kell, hogy ne száradjon ki. Igen. Lehet hagymát hozzátenni, vagy hagymát belerakni, sült hagymát azt is. Zoli, én nagyon szívesen megkenem egyébként túróval a tésztát, de ez női feladat lenne. Hát akkor szóljunk Elinának. Szóljunk Elinának? Hát, hogyha nagyon akarod. Jó, én szeretném, jobban rábízom a hölgyekre a konyhai tevékenységet. A túrónál pedig azt kell. Igen. Elina! Közben addig szólok neki, hogy Elina, gyere légy szíves! Van egy kis feladat. Tehát, hogyha krémes a túró, akkor nem kell bele tejföl, hogyha pedig kicsit szárazabb, akkor érdemes beletenni egy nagyon kicsi tejfölt. Na jó, napot kívánok! Kivattunk, fáradj be ide középre! Kapsz egy... Nézd meg! Eszköz. Te tudod, hogy mi ez? Ki vagy munka után? Palacsinta? Nem palacsinta. Krumplovnyika. Nagyon jól esik, főleg így túra után, olyan igazi, autentikus helyi étel, őszies ízeket tükröz. Én készítettem egy túrósat és egy káposztásat. Szerintetek mi lesz a sorsa? Hova megyünk most? Vajon hova? És mit tudunk meg? Azt, hogy ehhez az ételhez milyen bor illik. Viszont Zoli, szeretnék ellened is egy merényletet elkövetni. Igen. Ha már Elinát így folyamatosan bevonom az aktív, természetjáró életbe, akkor téged is szeretnének egy picit megkísérteni. Nem baj, csak ide megyünk 15 perc Farkasmáji pincesorra, lesétálunk. Jó. Jó, mehetünk. Hajrá. Gyerünk. Tök jó, hogy már ide értünk, kicsit elfáradtam, bevallom őszintén, nem vagyok hozzászokva. De azért kellemes volt. Kellemes volt, nagyon jó volt. Itt ketté válnak útjaink sajnos, úgyhogy most könnyes búcsút veszünk egymástól, mert mi megnézünk egy jó kis szállást. Így van, én meg megnézek egy jó kis borászatot, méghozzá az Öddudás borászatba megyek el, hogy ajánljanak nekem egy jó kis bort ehhez az ételhez. Na jó, akkor majd találkozunk. Jó, jó kóstolást! Sziasztok! Szia! Megérkeztem a 21-es pincéhez, az Öddudás borászathoz. Szia! Szia, Zoli! Szia! Elhoztam az ételt neked. Hú, de jó! Választunk hozzá bort? Igen. Jó. Két dudás egy csárdában nem fér meg, de hát öt dudás. Jaj, erre mindig azt szoktam mondani, hogy igen, egy csárdában nem, de egy pincében bőven elférünk oda. Na mesélj egy kicsit erről az öt dudás borászatról. Ugye ez egy családi borászat. Igen, ötten vagyunk, azért is öt dudás, és hogy családi borászat, mert hogy anya, apa is a három gyerek, így alkotjuk a családot. A bor az általában mindig egy gasztronómiai élménnyel együtt jár, legalábbis a legtöbb esetben, úgyhogy ezért van egy lakássétermünk is, és nem sokára nyitjuk az Öntödét, ami egy rendezvényi helyszín, és egy gasztrobisztrónak fog helyet adni. Itt azért szerettünk lenni, mert ugye ez egy legendás pincesor, és nagyon szép itt a természetben kint lenni, és nagyon jó hangulata van, mikor turisták ide jönnek, akkor van lehetőségük megkóstolni a borkínálatunkat, általában nagyon jól szokták érezni magukat az emberek. No, hát én elkészítettem ezt az ételt, ez egy krumplovnyika, ugye ez egy krumplis alapú liszttel van összekeverve, és az egyik káposztás, a másik pedig túrós töltelék van benne. Kíváncsian várom, hogy te mit ajánlasz hozzá. Akkor a túrossal kezdeném, mert említetted, hogy ez inkább sós, mint édes. Én egy frissebb, üdébb nyári fehérbort ajánlanék hozzá, az pedig a Sauvignon Blanc lenne, mert ő kicsit ilyen zöldes ízvilágokkal rendelkezik, és nagyon friss üde.
úgy kell ételt és italt egymáshoz párosítani, hogy egy kicsit kell mind a kettőből bevenni a szánkba, akkor így egy kicsit körbetekerni belül, és akkor úgy megkapunk egy diszharmóniát. Ha ezek az ízek kiegyenlítik egymást, vagy hozzátesznek egymáshoz, de egyik sem nyomja túl a másikat, akkor találtuk meg az ételhez a tökéletes borválaszt. Nem egyfajta bort szeretnél, hanem kettőt, mert hogy a káposztáshoz a káposztáshoz egészen mást, igen, oda egy száraz olasz rizlinget tudok elképzelni hozzá. Az olasz rizling kicsit a keserűs mandulásságával, de mégis vannak benne, megtalálhatóak benne gyümölcsök is, kicsit már érettebb, de még nem nyomja el a bor magát ezt az ételt, mert hogy annyira nem nehéz, szerintem egy tökéletes választás lenne hozzá. Közben még beszélj egy kicsit a borról, mert ugye látom itt, hogy van olyan, hogy happy end, kimenős, ezek honnan jöttek ezek a nevek? Igen, most a 21-es borainkból, ugye ez a tavalyi szüret, abból csináltunk egy külön címkecsaládot. A családunk amúgy nagyon romantikus alkotó, és nagyon fontosak számunkra az emberi kapcsolatok, úgyhogy próbáltuk ezt az új címkecsaládot kicsit erre a együtt töltött idő értékeire összpontosítani. Egészségedre. Teljes mértékben olyan fiatalos, olyan friss, de mégis megvan neki az a jellegzetes olasz rizling. Igen, hatása. Úgyhogy én szerintem ehhez a káposztáshoz teljesen jól indik. Én köszönöm szépen, hogy eljöhettünk, és megmutattad a repertoár egy részét. Sziasztok, hello! Szia! Hello, sziasztok, kerüljetek beljebb! Köszönjük szépen! Itt vagyunk a hallban, és egy nagyon szép régi képet láthatunk. Mesélsz egy picit róla? Igen, ez a kis kép egy ilyen ekkora picike kis 5 centis képből lett kinagyítva. Egy a farkasmáji pince soron a II. Világháború idején elbújt, itt megmenekült emberkétől kaptuk. Az épületek a legfontosabbak a számukra, hiszen ott látható a képnek a közepén a 24-es számú regélő borház, illetve mellette balkézre pedig egy 3 szintes, 2 emeletes, nagyon szép napozó terasszal rendelkező farkasmáji kőből épült szálloda, ami a II. Világháborúban egy bombatalálat következtében sajnos megsemmisült, egy vagy több bomba. Minden esetben nagyon sok ilyen kis hasonló felrobbant bombát találtunk itt a patakban, úgyhogy már csak a kép őrzi az emlékét a szállodának, de hát mi is itt vagyunk Farkasmájban egy szállodában, ami meg hát most már immár 10 éve, hogy működik és felépült. 2012-ben kezdtük meg a működésünket, és azt lehetne mondani, hogy az ihletője ez az épület volt. Itt van mellettünk ez a fehér alapon sárga szőlőfürt, ami Mátrafüredre megy, és szoktam is ajánlani, hogyha egy laza kis túrára indulna valaki, akkor ez nagyszerű lehetőség. A másik oldalon ugye ott van a biciklisút, és hát a kisvasút. Ez a kis félhold alakú formája, aminek úgy nagyjából azt lehet mondani, hogy mi itt így a mértani közepe felé helyezkedünk el.
mellette még a Sárhegynek az ölelésével tényleg egy nagyon barátságos környezet. Tizenhat szobával rendelkezünk, nagyon szép wellnessünk van, úszómedencével, fűtött úszómedencével, szaunával, kis közösségi tér és masszázsszolgáltatásunk sem utolsó. Nagyon kiváló borválogatásunk van, 8 pincészetnek a legjavát tartjuk az itallapunkon, és több mint 20 fajta palackos bort deciliterre is lehet kóstolni. Bortúrákat is szoktunk szervezni, tervezni. Vadétel mindig szerepel az étlapon, de 3-4 havonta azért mindig frissítjük, az örök kedvenceket pedig próbáljuk megőrizni, illetve fejleszteni. Bármilyen jellegű családi rendezvényt meg tudunk valósítani. A konyhánk, illetve az éttermünk minden nap nyitva van. Reggeli után 11 órától bárkit várunk nagyon sok szeretettel. Ha nem is feltétlenül szeretne étkezni, de egy pohár borra mindig szívesen várjuk őket. A mai napon egy csoportnak készítettünk egy nagyon-nagyon finom, ugye a vadakra már kitértünk, szarvas gerincet római tálban, de erről talán a séf úr fog többet beszélni. Gyertek velem, bemutatlak neki titeket. Ez egy párolt szarvas gerinc, amit én már előzetesen bepácoltam. Készültem kockázott füstölt szalonnával, félbevágott vöröshagymával, fokhagymával, van erdei gombánk, alma van hasábokra vágva, zeller, sárgarépa és petrezselyem gyökér. Ehhez kivételes alkalommal én egy száraz fehér bort ajánlok a pároláshoz. Nagyon szépen köszönjük, hogy megmutattad nekünk ezt a csodálatos helyet. Szerintem remek érzés itt lenni. Én fergetegesen éreztem magamat, isteniek voltak az ételek, csodaszépek a szobák, gyönyörű a környezet, úgyhogy szerintem rengeteg vendég irigykedni fog, és bízunk abban, hogy minél többen ellátogatnak majd hozzátok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy betértetek. Nekem is egy nagy élmény volt, remélem, hogy máskor is vendégül láthatunk majd benneteket.
Az adásunk végére pedig nem maradt más hátra, mint hogy remek programokat ajánljak nektek. Szeptember 29-én 9 és 15 óra között rendezik meg a 11. erdészeti nyíltnapot a Mátrafüredi szakiskolában, ahol az érdeklődőket beavatják az erdészek és erdészetek rejtélyes világába. Október 1-én 7 és 10 óra között madárgyűrűzési bemutató lesz Sáston. A rendezvény eső és nagy szél esetén nem lesz megtartva a madarak védelme érdekében. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, jövő hét sem telhet el Mátra magazin nélkül, amikor is parádra látogatunk el, de nem maradhat el a mátrai ételek bemutatója sem, úgyhogy egy hét múlva ismét találkozunk.